Ma folytatni fogjuk a plank gyakorlatos videónkat, amelyben megtudhattad, hogy miért jó ez a gyakorlat, hogyan tudod helyesen kivitelezni, illetve mik a tipikus hibák, amiket elkövethetsz benne. Ígéretemhez híven meg fogunk nézni két másik variációt, az egyik a side plank, a másik pedig a reverse plank, és ezeket fogjuk egy kicsit boncolgatni. Gyors ismétlésként, miért is jók ezek a plank jellegű gyakorlatok? Azért, mert úgynevezett izometriás izomkontrakciót igényelnek, ami azt jelenti, hogy izomok egy folyamatosan feszített állapotba dolgoznak, ami az egyik leghatékonyabb módja az izomerősítésnek. Ezen kívül, hogyha helyesen kivitelezzük, akkor kimérhetjük a gerincünket a gyakorlat közben, valamint megtanuljuk használni a törzsstabilizáló izmainkat helyesen. Az első variáció, amit meg fogunk nézni, az a side plank nevezetű gyakorlatunk lesz. Ennél a gyakorlatnál alapvetően az alul található ferdehasizmok dolgoznak, külső csípőizmok, előső combizmok, a vádli külső oldalán található izmok, illetve a karon pedig a delta izomé lesz a főszerep. Nézzük is meg, hogyan kell kivitelezni, ugyanis itt is vannak kis csalási lehetőségeink. Hogyan is néz ki tehát a side plank? Oldalt fekvésben helyezkedünk el, figyelünk rá, hogy a sarkunk, fenekünk, vállunk egy vonalba legyen, könyökünk pont a vállunk alatt helyezkedik el, amint támaszkodni fogunk. Akár a felmenetelnél még segíthetünk a másik kézzel, és egyszerűen megemeljük a medencénket, viszont utána próbáljunk meg nem támaszkodni a felül lévő kézzel. Figyeljünk, hogy egy kicsit a mellkast kitoljuk, és nem forgunk ki se előre, se hátra nyakunkat. Szintén a törzs folytatásában tartjuk, és így próbáljuk x másodpercig, ameddig bírjuk tartani. A második variáció, amit meg fogunk nézni, az pedig a reverse plank, amit inkább csukló támaszva fogunk megnézni, tehát mindenképpen egy egészséges, stabil csuklót igényel a gyakorlat, viszont bitangió hasizomerősítő, hat az oldalsó ferde hasizmokra is dolgoznak a deltaizom bizonyos rostjai, farizmok, hátsó combizmok. Viszont itt is nagyon kell figyelni a precíz, pontos végrehajtásra. Ezt csukló támaszból fogjuk csinálni, de választhatjuk azt a verziót, hogy valamilyen magasított tájról könyök támaszba tartjuk meg magunkat. De eszköz nélkül így néz ki a feladat. Itt is figyelünk, hogy a csuklónk, ujjaink a vállak alatt legyenek, ujjak előrefele néznek, és a sarkunkon fogunk támaszkodni, így emeljük meg a feneket, szintén igyekszünk egy vízszintes síkba hozni, mellkasunkat kitoljuk, könyökünk és egy picit ráfeszítünk, nem engedjük, hogy teljesen kinyúljon. Itt ugye, ami hibát el tudunk követni, hogyha nagyon magasra kitoljuk egy részről, akár hogyha lejjebb engedjük a fenekünket, mint a vízszintes, illetve hogyha váll meg a könyök nem tart, hanem így beengedjük, az is egy nagyon csúnya és nagyon ártó hiba a könyök és vállizületnek. Tehát megtartjuk egyenesen, figyelünk a vállunkra, könyökünkre, és így tartjuk annyi másodpercig, ameddig bírjuk. Ez lett volna mára tehát a plank két variációja. Legközelebb meg fogjuk nézni, hogyan tudjuk mindenféle instabil eszközzel az alap plank gyakorlatot egy kicsit színesíteni, variálni. Ha tetszett ez az epizód, iratkozz fel, ne felejts el rányomni a csengő gombra, kövess minket Instán, Facebookon, bármi kérdésed van, nyugodtan tedd fel odalent a komment szekcióban. Legközelebb találkozunk, sziasztok!